Fogyjál le! Már hipnotizálsz, Jankai János hipnoterapeuta a vendégünk, mert hogy most a sok diétás tanács után jöjjön egy egészen másfajta fogyási lehetőség, mégpedig hipnózissal. Megmondom azt, hogy nagyon távolról figyelem ezt a beszélgetést, most ezt bele fogok folyni, de hogy ez tényleg működik? Mármint a fogyás a hipnózis. Igen. Hát tulajdonképpen ugyanúgy működik, mint egy egészséges étrenddel való fogyás, vagy esetleg egy tablettával való fogyás. Vezess be a rejtelmekbe minket. A hipnózisban? Így van. Hát meg hogy ez az hát egész, hogy működik? Hogy van. Igen. Hogy gondolom az első ilyen szokásos kérdés, hogy mi a hipnózis. Ilyet mindig ezt szokták kérdezni meg először. Hát két lehetőség van, vagy elmesélem röviden, hogy miről van szó, vagy pedig... Azért fontos, hogy valahogy elmagyaráz nekünk, mert szerintem rajtam kívül az egész országnak a fogyásról az jut eszébe, hogy sportol, egészségesen étkezik, és soha nem jut eszébe az, hogy hipnózis. Hát igen, most eszébe jutottuk. Vannak emberek, akiknek eszébe jut, hogy hipnózis segítségével fogjanak le, viszont, hogyha akarjátok, akkor megmutatom nagyon szívesen, hogy mi a hipnózis. Figyelj, hogy ne. De kellene közreműködő. Itt vagyok, vagy... Igen, Krisztián. Mehetünk? Igen, hogy ne, mit kell csinálni? Jó, nagyon egyszerű dologról van szó. Csinálom veled együtt a gyakorlatot. Kellene egy hely, ahol le tudunk térdelni. Itt elől. Letérdelünk. Hogy? Nem szoktam senki előtt térdelni, de... Én is letérdelek, ne aggódjál. Igen. Ezzel a gyakorlattal lehet leginkább megmutatni legegyszerűbben, hogy mi a hipnózis. Ereszkedjünk négy kézzel. Igen. Úgy. Milyen kezes vagy? Nem tudod? Jobb kezes. Nem. Jobb kezes. Jó, emeljük fel akkor a jobb kezünket. Igen. Úgy. Utána a bal lábunkat. Vigyázz, Noli. Igen, jöhet. Jó, ügyes. Most folyamatosan tartsd magad. Többen mondták, hogy ügyes vagyok. És most mondd ki néhányszor azt, hogy mu. Még egyszer. Mu. Nagyon jó, és most magyarázd meg nekem, hogy mindezt miért teszed. Mert te azt mondtad, hogy ezt tegyem meg, és én egy nagyon lojális, alázatos pali vagyok. Így van. Miközben az egésznek tulajdonképpen nincs semmi funkciója és értelme. Köszönöm szépen. Ennyi volt. Te szeretsz? De aranyos voltál így. Ugye alázatos, kellően. Igen, és tehát, tetted, amit mondtak. Ez azt jelenti, hogy ahhoz, hogy létrejön egy hipnotikus állapot, mindenképpen szükség van egy együttműködésre, egy szófogadásra, és utána különböző módszerekre vagy technikákra. Mondj egy ilyen technikát. Mármint milyen értelemben technikát? Hát, hogy én le akarok fogyni. És mi lesz az, mi az az első dolog, találkoztunk, és a mú után mi a második lépcső? Most csak egy játék. Igen. Így van, de jó, a bizalom megvan. Bizalom meglegyen, ne féljünk a hipnózistól, stb. Hogyha folyamatot nézzük, akkor tulajdonképpen létre kell hozni egy módosult tudatállapotot, amin keresztül olyan utasításokat programoz be a hipnotizőr. Akkor szögezzük le, igen, aki a mút meg tudja ugrani, igazából csak ő képes arra, ugye ez befogadó és kezdve alázatos ez a témához, hogy utána tovább tudjál vele menni, és onnantól kezdve ezeket az embereket ténylegesen el tudod vinni ebbe az állapotba. Igen, mindenképpen. Hát, hogyha megvan az együttműködés és a szófogadás, akkor igen. Oké, okay, akkor mit kell? Igen, okay. Mi történt, hogy mit mondasz neki, mit cserélsz, úgymond, mit hipnotizálsz bele abba az emberbe? Minden embernek megvan a maga gondolata, illetve gondolkodásmódja, és értelemszerűen, hogyha elhízunk, akkor egy olyan gondolkodásmóddal rendelkezünk, ami azt szolgálja ki, hogy minél kövérebbek legyünk és minél nagyobb legyen a testsúlyunk. Ennek megvan a maga lelki funkciója, és értelemszerűen, hogyha ezeket kicseréljük, ezeket a gondolatokat vagy gondolkodásmódot átalakítjuk, akkor lesz egy fizikai megjelenési formája, az pedig maga a fogyás. Tehát azt mondod, hogy eleve egy gondolatbeli dolog az, hogy én elhízom? Minden egy gondolatbeli dolog, tehát bármit, amit cselekszünk, mindig megelőzi egy gondolat. Persze ezekről a gondolatokról nem tudunk, illetve nem akarunk tudomást venni róluk, csak amikor van egy olyan fizikai megjelenési forma, hogy elhíztunk, vagy van egy betegségünk, vagy egy fájdalmunk, okay, akkor
egyből felfigyelünk rá, hogy mégis mi lehet a gond. Nekem le kellett fogynom, 100 kilóra be kellett fogynom valami miatt, 17 kilót fogytam 8 hét alatt. Eldöntöttem, hogy fogyni fogok, elvettem a szénhidrátot, bum, megtörtént a fogyás. De itt ebben az esetben igazából az ember azon kívül, hogy elmegy mondjuk hozzád, bekerül ebbe az állapotba, attól még éhes marad. És ezt érzi esténként, amikor az hazamegy, és az asszony, nem tudom, csülökpörköltetőd, kidobja. Főz, igen. Az biztos, hogy éhes marad, viszont nem biztos, hogy akkor fog megéhezni, mint előtte. Tehát nézzük, hogy mikor hízunk el, mert csak innen lett megközelítve. Stresszevés, mindenképpen van pótlás, tehát pótcselekvés, mondjuk a dohányzást helyett elkezdünk stb. Szeressenek minket, és az étel ugye pótolja ezeket az érzéseket. Hát, hogy jó esik, az étel az nagyon remek elég. Az rengeteg olyan dologgal rendelkezik, ami minden érzékszervünket megmozgatja, ugye a szaglást, az ízlelést, a hallást, tehát hiszen ropog a finom kenyér, stb. Ilyenkor kedveskedünk magunknak, szeretjük magunkat az ételnek a segítségével, és ezt a gondolkodásmódot a hipnózissal át lehet alakítani. Viszont annyit hozzátennék, hogy nem kell csodákat várni. Az azt jelenti, hogy ha rá fókuszálunk egyetlen egy módszerre, akkor csak fél eredmény jön létre. Tehát kell hozzá egy életmódváltás. Kell egy életmódváltás, kell egy sport, egy futás, stb. Igazából az illetőbe az életmódváltást hipnotizál bele? Tehát az, hogy ne egyél annyit. Eljött az idő. Állj meg, ne egyél szénhidrátot. Nincs értelme annyit enni, mert az étel az nem élvezeti cikk, hanem egy energiaforrás. És hogyha több energiát veszek magamhoz, mint amennyire szükségem van egy nap alatt, akkor értelemszerűen elkezdek hízni. Saját magadon tudod ezt alkalmazni? Önhipnózis formájában? Mm-hmm. Lehet, persze. Ha szükséget érzem. És hány alkalom kell egyébként? Most szerintem egy csomó, hogy felkapta a fejét, hogy most hányszor kell elmenni mondjuk hozzá, hogy ez megtörténjen és ez működjön. Hát, hogyha megvan az együttműködés és a szófogadás és az elhatározás, akkor tulajdonképpen szerintem tehát ha minden optimális, akkor egy 3-4 alkalom. Kap egy alapprogramot, sok gondolatot áttranszformálunk, az élethez való hozzáállást, az ételhez való hozzáállást. Igen, de és akkor elkezd ez működni. Nagyon elkezd fogyni. Semmi. Akkor ha nagyon elkezd fogyni, akkor megy. Akkor lesz vékony. Van egy védekező mechanizmusunk, ami nem engedi, hogy egy bizonyos súlyázadásnak. Oké. Rendes vagyok, és abba hagyom. Köszönöm. Én ma hipnózissal feldagasztalak. Csodás lesz, köszönjük! Köszönjük! Okay.